Csók nélkül nem szabad szeretni. Most szexoktatás van. Várj, átisírom a tájtőt. Mindjárt szexoktatás. Vatpados szexoktatás. This is a certified hood classic. A fiú a lábadra lép, szeret. Elesik előtted egy öreg asszony, arcon taposod és elveszed feleségét. Kész! Ha a fiú megcsókol, hunyd le a szemed. Csókolózás közben nyitott szemmel bámultak egymás szemébe, geci. De ebbe biztos vagyok, hogy ezt egy olyan kislány írta amúgy ezt a blogot, aki még életében nem csókolózott. Szerintem ilyen biztos. 12 valószínű. Éves ilyen Wattpad type beat. Lehet. Nézd a csetet, mit írt Royal. Jó fasz. A basszás nem csók. Milyen az a tüzes? Hát egy megéget. Hát egy tüzes, vágod? Nem így hagymát vett, geci, és így ég a torkot. Hát van a cápalány meg a lávasrác. Az egyiknek ilyen fire, a másiknak meg ilyen azt meg unokat nővéremben nézte meg azt a filmet. De köcsög amúgy, hogyha azok csókolóznak az Obsidian, nem? Gender portál, bazd meg. Ez éggé. Átmennek a pokolba, köcsög. Összejön a szájuk és közte kialakul egy nagy vákuum, ami amúgy Románia. Csók kettesben a legédesebb. Hogy lehet máshogy csinálni? Nem tudom, szerintem nincs olyan férfi, aki... Mert nem szól meg magam, mert több mint egy trillió ember élt előttem, de attól függetlenül nem tudom, három ember csókolzik, az így ritka. Hát várj, rákeresek, three people kissing. Van... Az első csókot jól gondold meg. 15. A csókot el kell fogadni! De akkor most gondolj meg, hogy elfogadjam, várjál már. Az első csókot jól gondold meg, a csókot el kell fogadni. Ez egymás után a kettő. Hát most... Ó, most a 17-es. Az erőszakos csóknak nincs édese. Hallod már-e? Csókolóztak, ezért be van csukva, azt hallottak minden, ezért már ilyen pillagók vannak a gyomorodban, megfogod a torkot, hogy fölhöz bazod. Az öleléssel adott csók mély szenvedély. Sötétben 5 csóknál kevesebbet ne adj! A kész csók tisztelet. De hát akkor nem a kész csókra gondolt az előbb az új csóknál, de akkor az újadra mégis lehet csókot adni. Nem tudom, hogy... Megcsókolod így a körmét, geci, majd így elkezdesz szopkodni, mint valami rossz spagetti. Köszönöm, hogy lerángod a körmét, a körüm ágyából kiszopkodod a vért. Az orra adott csók együtt érzi. Nem tudom, hogy ezeket honnan szedte amúgy, hogy ezeket ő megírta. Nem tudom, de így gondolj bele azért, hogy mondj, sír előttel a csaj, hogy meghalt a nagymama, és mondod sajnálnak, és így megcsókolod az orrád, geci. Hát legalább újra éled, vagy valami. A hajra adott csók megalázás. Ki akar szőrt nyalogatni már, nem azért? Amúgy. Fülre adott csók izgató. Megnyalogatom a fülcimpát. Erre tudok is mondani egy példát a Twitch-en, aki elég erősen űzi ezt. Nyomja. Amuram, te vagy az? Ha a fiú nyalja a száját, csókra válik. Nem, bazd meg, csak ott maradt a pörkölt. Hát, az sokkal jobb, mint egy csók! Az 1 percig tartó csók rövid. A 2 percig tartó csók közepes. 3 percig tartó csók szenvedélyes. 5 percig tartó csók szerelmes. 10 percig tartó csók fájdalmas. 5 percen keresztül szopod a másik. Miért? Nem tudom. Mit nélkül mondani nekünk, ezt te hol találtad, vagy mikor? A könyvjelzőim közt. De valahogy ez oda került. Nem tudom, az de tényleg ott van. Ha a fiú elfúj egy gyufát, választ kér. Mi a ez fasz? Ez összefüggések. Mi? Nem. Ha a fiú elfúj egy gyufát, akkor rágyújtott bazd meg a munka után. És megy haza, és veri meg a feleségét. Sziszenti a kőbányait a nap végén. Aki a csókot szereti, rossz ember nem lehet. Szőke sráccal csókolózni tüzes. A szemre adott csók a vágyakozás.
asszonynak adott csókot tett követ. Mi? A lány, ha a lány nem remeg a csók alatt, nem érdemli meg. Hát figyelj. A lányok is csókolnak lányokkal, szóval érted. De most, de most nem azt mondom, ez nem egy ilyen orgazmus szerintem, hogy lehet, hogy félreértette a csók jelentését. Én nem tudom. A nyálas csók szemtelenség. Csók szemtelenség. Mi? Hogy lehet szárazon csókolni? Mi? Fél óráig hajszárítóval szárítom az arcomat, köcsög, és így, mint a macskáknak a nyelve, olyan lesz a nyelvem, geci. Nem, izé. Olyan vagy, mint a teve 7 napja nem ittál semmi vizet, és így megcsókolod az asszony. Ezt az SMS-t, ha kitörlöd, szeretsz. Ha megtartod, kívánsz. Ha nem érdekel, istenítesz. Ha válaszolsz, szeretkezni akarsz velem. Na, hogy döntesz? Ezt most elküldöm anyámnak. Hogy tud nekem, annyira hiányzol, caps lock-kal, mint még senki mást ezen a világon. Szeretlek. Senki mást nem hiányzol. Ez jó. Annyira hiányzol, mint még senki mást ezen a világon. Ki az? Ó betűvel kezdődik, és borzasztóan szeret. Ó, hát az én vagyok! Ú, ez nagyon boomer. Nagyon cringe. De már nincs sok. Szeretem, ha te vagy. Szeretem, ha te vagy felül. Így meleget érzek belül. Hosszú ujjaid a feldegekbe visznek. Ugye bedöltél a viccnek? Nem is lenne uncsi, de sajnos csak egy pulcsi. Édes mi? Istenem. Bro. Most azért most elkezdek enni egy kakaós, igen. Jó étvágyat. Jó étvágyat. Köszönöm szépen. Itt van az a kis dagad, geci. Elkapjuk hát a küldős egy számot. Bazd meg. Hát ez... Oh. Ez jó zene. The Coconut Song. Én azon gondolkodom, hogy amikor ez a csaj összerakta ezt az oldalt, hogy arra gondolt, ez nagyon jót fog menni. Ez mekkora humor. De kurva nagy humor. Mi volt az elképzelés? Én nem értem ezt az egész. Az, hogy 2007-ben hozta létre. Hát, fullos. 2007, geci. Mi a farasz? Ja. Nem baj. 2007. Ez komoly zicc. Ez komoly zicc. Kicsit majdnem idősebb az oldal, mint én. Az erős. Üdvözöllek téged, ideje, hogy ébredjél fel. Azért beszélek most hozzád, ne tévedjél le. Van egy jó pár dolog, amit nem nézhetnél le. Ha hiszel valamiben, azért, mert így mennél le. Ja, hidd el, mindent vágunk. Attól, hogy nem mondjuk még a dolgok mögé látunk. Te manipulálsz az...